Komodó. Magyar hangok. Majsai Nyilas Tünde, László Zsolt, Dózsa Zoltán, Molnár Levente, Barabás Kis Zoltán, Zsuzs Katalin, Rosta Sándor. Magyar szöveg Jó Eszter, hangmérnök Kardos Péter. Vágó Simkó Ferenc. Gyártásvezető Gelencsér Adrien. Szinkronrendező Lakos Éva. A szinkront az Intercom megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Smaragd sziget, Észak-Karolina. Down south, way on down south in London town. Tizenkilenc évvel később. Tudom, de meg kell beszélnem a feleségem. Már hiányoltak a moszkítók. Imádják a Connelly családot. Minden rendben a szigeten? Igen, vigyáztam rá. Csak te hiányoztál róla, elég magányos szegény. Mostanában alig van látogató. Üdén még senki. Én mindig visszajövök. Ebben biztos vagyok. És örülök neki. Jöjjön. Viszlát, Mr. Gris.
Pontív olajtársaság. Belépni tilos. Buster! Gyere ide! Gyere! Éhes vagy? Hol van Patrick? Hm? Hová ment? Keresd meg! Belépni tilos. Ó, ez borzasztó. Nem úgy volt, hogy az, ahogy is hívják, rendben tartja? De úgy volt. Tényleg küldeni kellett volna neki karácsonyi ajándékot. Buster, ül!
Anya! Apa! Buster! Buster, gyere ide! Anya! Apa! Ma délután akarnak indulni? Minél hamarabb. Patricknek csak pihennie kell. Miért kínozza azzal, hogy visszaviszi arra az átkozott szigetre? Enni, kérlek. A te módszered mit sem használt. Elvesztette a szüleit. Csak idő kell neki. És szeretet. Biztos vagyok benne, hogy ezt én jobban meg tudom adni neki, mint valami pszichiáter. A kisfiú poszttraumás stressz-szindrómában szenved. Elnyomja az emlékeit, de újraéli azokat, valahányszor lehunja a szemét. A szigeten felszínre törhetnek az emlékei, ami elvezethet a gyógyuláshoz. Úgy, szóval garantálni tudja a sikert? Nem. Egy lehetőséget adok Patricknek. És attól tartok, hogy ez az egyetlen esélyünk. Szia, Patrick. Victoria vagyok. Adjon békén. A többiek lemondtak rólad. És? És kórházba akarnak vinni. Ezt akarod? Nem vagyok őrült. Én tudom, hogy nem. Segíts nekem, hogy be tudjam bizonyítani. Örülök, hogy együtt dolgozhatunk.
Emlékszel erre az útra? Gyakran jártál erre. Mesélj a szigetről. Mit tudsz mondani róla? A kontinensnél kisebb szárazföld, amit minden oldalról víz vesz körül. A világtól elzárt valami, vagy valaki. Elnézést, uram. Gordon sheriff? Segíthetek? Igen, telefonon beszéltünk. Maga az a pszichiáter? Igen, Victoria. Itt várjon. Ebben van minden. Így találtunk rá a fiúra. Ez nem valami sok. Semmi különleges. Alaposan átkutattuk a szigetet, de nem találtunk semmit. A szülők nyom nélkül eltűntek. Ha megengedi, ezt magammal viszem. A vendégem rá. Köszönöm. Mr. Grease! Elijeszti a halakat. Mondja. Átvinne minket a szigetre? Ó, én már nem dolgozom, nyugdíjba mentem. Pöcázom. Egy barátja kéri rá. Barátom? Hát visszajött. Patrick Connelly. Mindig maga vitte át őket? Kiket? A fiút és a szüleit. Mint mindenkit, aki a szigetre akart menni. Csak én jártam át. No meg, a társaság. Hogy emlékszik a Connelly családra? Kedvesek voltak. Volt egy kutyájuk. Ezt most miért mondja? A kutyának is nyoma veszett. A tényleg egy őrültette. Miért végzett volna a kutyával? Lehet, hogy csak elijesztette. Mennyi lesz? Semennyi. A barátaim voltak. Patrick is az. Ha segít neki, az megteszi Vitellinak. Köszönöm. Megtenné, hogy nem beszél az itt létünkről? Az olajtársaság nem örül a látogatóknak. Kerüljék el őket. Mással nem találkozhatnak. Hányan vannak?
Csak néhány őr. Abba hagyták a fúrást pár hónappal ezelőtt. Nem találtak olajat. Már csak a berendezéseket őrzik. Mindet megölöd, nem maradhat egy sem, mert az is túl sok. Az elérendő szám nulla. Egyszerű matematika. Csináld. Ha nem megy, majd keresek mást. Már is neki láthatsz. Az mi? Boldog szülinapot! Ó, köszönöm. Igazán rendes tőled. Fantasztikus. Szenzációs. Ó, ez igen. Most mit csinálsz? Egy kis matematika. Hogy van a seggfej? Remekül. Sejtettem. Ez tényleg szuper. Köszönöm. Már is elszívok egyet. Majd később. Most dolgunk van. Eni, most kérem, ügyön előre. Eni? Eni, jól van? Igen. Nem úgy látszik. Hiba volt visszajönni. Patrick szenvedni fog. Patrick régóta szenved, ezen kell segítenünk. Nem kell neki más, csak nyugalom. Mióta itt járt, egy perc nyugta sincs. Ezzel nincs egyedül. Asszonyom! Az az érzésem, hogy ez nem lesz így jó. Mi a baj? Nekem is maradnom kellene. Úgy érzem, gerinctelen dolog lenne itt hagyni magukat. Mr. Grease, nincs semmi baj a gerincével. Reggel találkozunk. Hogy érzed magad? Emlékszel a házra? Csak nyugodtan, ráérünk, nem sietünk sehová. Szálljunk ki a kocsiból, aztán majd meglátjuk. Tényleg be akarja odavinni? Oda megy, ahová akar. Utána megyek. Eni! Eni! Álljon meg! Rajta kívül már senkim sincs. Segíteni fogok neki. Segít azzal, hogy itt van vele. Most hadd végezzem a munkám. Ha meggyógyul, együtt hazamennek. Rendben. Igen. Ha meggyógyul.
Ezek egyre okosabbak. Igen, vagy mi kezdünk meghűlni? Lehet. Sem tudsz segíteni. Miért nem? Azért, mert nem érted. Hát segíts nekem, hogy megértsem. Őrültnek tartasz. Nem vagy őrült. Csak beteg. De mitől? A rossz emlékektől. Emlékszel erre? Patrick, mire gondolsz? Nem gondolok semmire. Fáradt vagyok. Hazamegyek. Nincs kedved segíteni? Nincs. Nem árt, ha megdolgoztatod az izmaidat. Azt hittem, csak nekünk van fegyverünk ezen a szigeten. Ezek szerint mégsem. Szia. Jó hét. Várj. Most hová mész? Csak le a nappaliba. Később még benézek. Ne félj, nem hagylak magadra. Victoria. Kösz, hogy nem tartasz őrült meg. Jó hét. Hogy van, Patrick? Hát, ma visszahoztam élete legnagyobb traumájának, szülei halálának a színhelyére. Ehhez képest jól van.
Ki van itt? Annie! Annie, maga az? Annie! 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 Úristen, mi történt? Jézusom, Annie! Jöjjön ide a kanapéra! Feküdjön le! Dőljön végig! Így mi! God! What did this to you? Okay, keep your hand there. Keep your hand there. Hold on. Nem lesz semmi baj. Csak szorítsa oda a kezét. Szorítsa oda. Szorítsa a sebre a kezét. Szorítsa oda. Úristen. Patrick, egy perc múlva veled leszek. Csak egy percet várj. Annie, kérem, figyeljen. Szeretném, ha ezt a sebre szorítaná. Szorítsa a sebre. Szorítsa. Láttál valamit? Mit láttál? Nincs a hajón. Hol lehet?
És azok, akiket idehozott? Gyerünk. Brecken? Igen? Rossz hírem van, jött néhány látogatónk. Mit mondtál? Látogatók a szigeten. Élők vagy holtak? Szerintem élnek. Győződj meg róla személyesen. Meg lesz. Lassítanál, kérlek. Kösz. Megúsztuk. Most már minden rendben lesz. Nem, nem lesz. Mi a fenék ezek? Mi történik itt és miért? Úgy tűnik, minket szemeltek ki vacsorának. Meg fogunk halni, igaz? Nem, nem fogunk meghalni. Ilyen könnyen nem adjuk fel. Krisz? Egyedül nem tudom felemelni. Jöjjön! Üljön be a kocsiba! Jól van! Jól van! Nem mozdulnak! Eltört valamit? A lényeg egyben maradt. Te jól vagy? Igen. Remélem, van biztosításuk. Mi szabályosan mentünk. Ugyan, kedveled az ilyen helyzeteket.
Jól vagy? Gyere. 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 Martin! Az egyikük menjen a fiú után! Brecken, jelentkezz, itt Oates. Hallgatlak. Jó híreket mondj. Nem tudok. Három turistánk van. Egy súlyos sérült. Került sör összecsapásra? Igen. A sérültet helikopterrel kell elszállítanunk. Brecken. Most nagyon kellemetlen volna. Nem értem. Akkor megmagyarázom. Pillanatnyilag nagyon kellemetlen volna a számunkra, ha valakit elszállítanának a szigetről. Az olajfúrás a veszélyeztetett fajok területén illegális. Nem világos számomra az utasítás. Már hogy ne lenne az? De a kedvedért szívesen kifejtem. A lényeg az, hogy pontosan értsük egymást. Van egy problémád. És egy megállapodásod velem. Kiutat ajánlottam. A menekülést. Segítséget. Ha elvégzed a munkát. Tehát, én nem utasítalak semmire. Csupán azt javaslom, hogy ne tegyél semmit. Most már értjük egymást. Teljes. Még valami. Ha nem te, majd elvégzi más. Hívj, ha megoldottad. Nagyon súlyos. Szétveti a láz. Mit agadás, pocsékul érzem magam, pocsékul. Elfertőződtek a sebei. Ez valami méreg? Ennél bonyolultabb a helyzet. Arról van szó, hogy... A nyál teszi. A sárkány nyála? Igen, az. Mert kiváló táptalaj az olyan bélbaktériumok számára, mint mondjuk a Proteus morabulus. Hallotta. Azt mondta Proteus morabulus. A fizikai kontaktus szepszist idéz elő, baktérémiát. A bőrsejtek gyulladása révén rossz szagú sebek keletkeznek. Ez azt jelenti, hogy... Ez szuperfertőzés. Tudom, mit jelent. Nem tudja, mit jelent. Azt, hogy kezelésre szorul. Martin olyan a barátaink számára, mint az ebédre szólító gong. Messzire elhaladszik. Gyenge vagyok, könnyű préda, gyertek, kapjatok el! Azt mondja, hogy hagyjuk itt. Jézusom. Jöjjön. Patrick! 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 Itt mind meghalunk, ezt akarja? Csináljon, amit akar, én nem hagyom itt! Engedjen el! Engedjen el maga szemét! Ne engem vádoljon, hanem azt, aki idehozta a fiú! Nem figyelmeztet! Dehogy nem! Tele van a sziget táblákkal! Nem voltak rajtuk sárkányok! Hé! Ezt látnotok kell! A srác kivágta a szívét. Nagyon furcsa. Próbáljanak sietni. Jó, próbálunk. Thank you.
szerintem megálltak. Sosem állnak meg. Martin! Martin! Muszáj tovább mennünk. Nem bírok. Hé, nem állhatunk meg. Sietünk, amennyire tudunk. Látom, de ez most kevés. Értem. És mit kíván tőlünk? Nézze, ezek két ütemben támadnak. Lecsapnak, aztán várnak, hogy az erősek elhagyják a gyengéket. Kapaszkodjon a rácsba. Tudod, ez a lyuk nem valami jó jel. Szerintem nem kéne bemennünk. Egyetértek. Van jobb ötleted? Tudják, mit csinálnak? Gyerünk, menjenek be. Szörnyű. A múlt héten takarítottam ki. Van valami, amit nem esznek meg? Hogy? Minden olyasmi, ami gyorsabb náluk. Meg a mazsola. Azt utálják. Fájdalomcsillapító kell neki. Mit tudnak adni? Milyen gyógyszer van? Maradjanak itt. Bambi! Hiba volt ide jönniük. Jól van. Azt hittem, csak árnyak élnek a fiú fejében. Csak árnyak. Keresse meg őt. Tartozik ezzel nekem. Ez a viteldíj. Jó, megígérem. Martin. Martin. Martin! Egy pillanat. Hallgatlak. Nem jelentkeztél, vagyis nem oldottad meg a problémát. Csalódtam benned. Már hozzászokhattál. Elmesélek egy történetet. Egyszer egy férfi kivitte a feleségét a mocsárba. A nőnek nyoma veszett. A férfi nem jelent meg a tárgyaláson. A rendőrség nyilván hálás lenne, ha megtudná, hol van az illető. Nekem állampolgári kötelességem volna értesíteni őket. Nem gondolod? A rendőrséget biztos érdekelni. Mint ahogy a folytatás is. Ártatlanok halnak meg az olajtársaság tudtával. A helyedben nem dédelgetném ezt a gondolatot, mert nem jutsz ki élve a szigetről. Ha a komodói sárkányok nem végeznek veletek, megteszem én, és nem tudom, melyik fájdalmasabb.
A biológust felesége meggyilkolásával vádolják. Meghalt? Igen. Csodálatos állatok ezek. Mármint tudományos szempontból. Gondolja? Az előbb az úton. Azt mondta sárkány. Honnan tudta? Valójában fogalmam sincs, miféle faj ez. Komodói sárkány. Varanus komodoensis. Sárkánygyík. Nagyon távol kerültek az otthonuktól. Úgy 20 évvel ezelőtt valaki bedobhatta őket a mocsárba. Azóta az életben maradásért küzdenek. Megölték Patrick családját. És másokat is. Maguk meg eltitkolták. Nagy környezetvédelmi botrány lenne, ha kiderülne, hogy egy olajtársaság lemészárolja egy kihalás szélén álló faj példányait. Ártana az üzletnek. Nézze! Mint a cápáki. Dupla fogsoruk van. De nem csak a fiziológiájuk teszi őket ilyen vérengzővé. Hanem mi? Éheznek. A fúrás szennyezést okozott, nincs mit enniük. De most megjelentek maguk. De most megjelentünk mi. Tényleg csodálatosnak tartja ezeket a dögöket? Mi volt ez a hang? A mosodából jött, ellenőrizd. Jövök én is. Rendben. Tudja használni? Nem lesz túl kicsi. Nincs nagyobb. Most kell narkóznod. Bracken! Helikoptert kérünk azonnal! Tarts ki, öreg, rendbe jössz. Rendbe jössz. Bambi megsebesült, küldj egy gépet azonnal! Megbújt a ruhák között. Bracken! Szép életem volt. Bambi! Ott... Szívd el ezt helyette. Hé! Hey. Figyelj csak! És most? Erre! Az ajtót. Ezt húzza le. Indítsa el.
De nem jönnek fel érte. Nem igaz, hogy megölte a feleségét. Elmondja, mi történt. Geológus volt. Mindketten az olajtársaságnak dolgoztunk. Kijöttünk a szigetre, hogy általános felmérést végezzünk. Külön-külön indultunk el, ő a mocsár felé ment. Soha többé nem láttam. Napokig kerestük. De semmi. Azt mondja, a sárkányok ölték meg. Nem tudom. Csak azt, hogy nem én tettem. Persze, én voltam a főgyanúsított. Miért jött ide-vissza? Brecken letette értem az óvadékot. Ügyvédeket fogadott. Halogatták a tárgyalás napját. Mindketten tudtuk, hogy elítélnek. Akkor egyességet ajánlott. Kaptam tőle iratokat, pénzt és egy hajót. Cserében azt kérte, oldjak meg egy kis problémát. Ölje meg a sárkányokat. Igen. Egy veszélyeztetett fajt. És maga miért jött ide? Én csak segíteni próbálok egy gyereknek, de pocsék munkát végzek. Sok gyereknél elértem, hogy szembenézzen a félelmével, és fel tudja dolgozni a fájdalmát. De most először én magam okoztam fájdalmat. Három ember meghalt miattam. Nem maga miatt haltak meg. Nem maga a hibás. Mi lesz Patrickkel? Amíg él, sejtem, hol lehet. Az olaj. Tudom, nem csak itt. Ismerős nekem ez a hely. Patrick lerajzolta. A régi szűrőállomás. Remélem, hogy van terve. Váljuk. Nem tartom jó ötletnek. Nincs jobb, én erre megyek.
Patrick! Patrick, mi értelme ennek? Szeretném, ha most segítenél nekem. Elmegyünk a szigetről. Patrick! Patrick! Petri, kérlek, gyere elő! Azonnal el kell mennünk innen. Nincs szükségem rátok. Sem a fegyveretekre, sem a félelmetekre. Hagyjatok békén. Ne csináld ezt! Patrick! Nem lehet igaz.
Jöjjön, menjünk! Tárat cserélek. Megőrült, fent biztonságosabb. Beszéljen Patrickkel, rögtön jövök. Most már mindenre emlékszel. És magadat vádolod. Nem miattad haltak meg a szüleid, nem te küldted rájuk a sárkányokat. Nem vagy felelős a halálukért. Megmondom neked, ki a felelős. Csak az olajtársaság. Tudták, hogy itt vannak ezek az állatok, és úgy veszélyesek, de nem szóltak senkinek. Eltitkolták, csak mert nem akartak botrán. Ha figyelmeztettek volna, még élnének a szüleik. Ők a felelősek mindenért, nem te. Gyere, menjünk innen. Menjünk.
Nézze! Jól vannak? Soha jobban.